Soha ilyen gyorsan nem írtuk alá a koalíciós szerződést, és soha ilyen gyorsan nem nevezte ki a kormány az államtitkárokat. Több minisztériumban is egyelőre csak a Vajdasági Magyar Szövetség által delegált államtitkár kinevezése történt meg, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint. Ez azért fontos, mert rögtön el lehet kezdeni a koalíciós szerződés elemeinek a megvalósítását. Ez a koalíciós szerződés az élet minden területére vonatkozóan tartalmaz prioritásokat, a migráció elleni küzdelemtől kezdve a környezetvédelemen át a mezőgazdasági, a kisebbségi jogérvényesítésig, illetve az infrastrukturális projektumok megvalósításáig. Itt Szabadkán minden, ami az infrastruktúra fejlesztés tekintetében megvalósult az elmúlt években, a Szerb Haladó Párt és a VMS koalíciójának volt köszönhető, illetve annak, hogy nem a tisztségekről szólnak ezek a koalíciós szerződések, hanem a közös vállalásokról, az ügyeknek a megvalósításáról, akár a Népszínház építéséről, akár a kerülőút, az Y-elágazás építéséről van szó, vagy a jövőben a Tiszta Szerbia programról, vagy a Palicsi Akvaparkról. Mindez ennek a koalíciós szerződésnek a következménye, mint ahogy az is ennek a koalíciós szerződésnek lesz a következménye, hogy úgy, ahogy befejeztük az Y-elágazást, úgy be fogjuk fejezni a színházat is, illetve az akvaparkot is Palicsen. Vicsek Anna Mária az oktatási, Jaksa Róbert a környezetvédelmi, Lálit Urbán Emese az építésügyi, Juhász Attila a mezőgazdasági, dr. Vickó Ferenc az egészségügyi, Nyilas Mihály az igazságügyi, Kerekes József a pénzügyi, valamint Gyivánovics Dániel a közberuházási államtitkári tisztséget tölti be.